Október 1-től pályázhatnak a civil szervezetek a Nemzeti Együttműködési Alap jövő évi pályázataira. Idén jóval nagyobb forrás áll rendelkezésükre az elmúlt évekhez képest, ebben az évben már 7,7 milliárd forintot osztanak szét a mintegy 60 ezer civil szervezet között. Megyeszerte fórumokat szervez a Hieroteosz Egyesület, mint a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Civil Információs Centrum címbirtokosa, annak érdekében, hogy tájékoztassák a civil szervezeteket az október 1-én nyíló pályázati lehetőségekről. A több forrásnak köszönhetően több lehetősége is lesz az érintetteknek ebben az évben. Október 1-én írjuk ki a Nemzeti Együttműködési Alapnak a pályázatait, ami ugye a kormánynak a civil alapja. Jövő évi pályázatokról beszélünk. Idén 5,9 milliárd forint volt az alapban, jövőre 7,7 milliárd forint lesz, ami egy örvendetes bővülés, ami annak köszönhető, hogy az a civil 1%, amiről a magyar állampolgárok nem rendelkeznek, az bemegy az alapba. Egyébként idén 8,3 milliárd forint erejéig 27 ezer civil szervezet irányába rendelkeztek a magyar állampolgárok a civil 1%-ról, de ha nem rendelkezünk, akkor is tudnunk kell, hogy az bemegy az alapba, és civil pénzként osztják szét különböző kollégiumi döntések alapján. Ma Magyarországon 60 ezer civil szervezet van nagyjából, 60-61 ezer, nagyjából olyan 20 ezer környékére tehető azoknak a száma, akik aktívan mondjuk a mi pályázati rendszerükben részt vesznek. A mi pályázati rendszerünk egyébként annyiban különleges Magyarországon, hogy csak ebbe, tehát az egyetlen olyan alap, amit a kormány létrehozott, ahová csak civilek pályázhatnak, tehát semmi más közintézmény, semmi ilyesmi. És hát eléggé aktívak, én azt tudom mondani, és még az egy érdekes adat, hogy ma Magyarországon, ez mondjuk egy 17-es adat, de ma Magyarországon nagyjából 280 milliárd forint osztódik szét a civil szférába. Tehát a mi alapunkon túlmenően is rengeteg forrása van lehetőség, ha az ember belegondol, a Nemzeti Kulturális Alap és egyéb más alapok, ahova egyébként közintézmények is pályázhatnak, de civilek is. Tehát itt én azt gondolom, hogy nagyon jól állunk a forrásokkal, szerintem teljesen aktív a civil élet, úgyhogy nincs okunk a panaszra. Bevételi szinten van egy felső határ, az 50 millió lehet csak egy civil szervezetnél, és általában kollégiumonként és pályázatonként 4 millió forint az, ami a felső határ, de lehet több pályázatot is benyújtani a civil szervezetnek, tehát ennek nincsen akadálya. Úgyhogy, és bárki bárhonnan, tehát ez lehet sport, hobbi, szociális ügyek, egészségügy, kultúra, bárhonnan lehet pályázni. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye az egyik legerősebben teljesítő megye. Tehát ezt biztosan elmondhatom, hogy élmezőnyben vannak, az első három mindig benne vannak. Tehát a pályázati aktivitás és az elnyert összegek alapján is ez a megye kiemelkedik. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye aktivitása az elmúlt ciklusban is érezhető volt. A források egy jó része a helyi közösségekhez érkezett. Amit nagyon fontos elmondanom, hogy a 2013-20-as időszakban, amit tulajdonképpen most élünk, tehát ezeknek a forrásoknak a nagy részét most költik a kedvezményezettek, majd hogy nem 1000 milliárd forintból gazdálkodhatott ez az operatív program, és tulajdonképpen felöleli az összes olyan területet, amely az Emberi Erőforrás Minisztériumához tartozik. Köznevelés, egészségügy, szociális terület, egy pici kultúra, egy pici sport, mert ezeket közvetlenül az Európai Unió nem támogatja. Ezek a területek mind hozzánk tartoznak, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egyébként nagyon jó pályázónak számít. Az összes operatív program tekintetében több mint 370 milliárd forint érkezett ide az elmúlt 7 éves időszakban. Persze ezek közül, a pályázatok közül vannak még olyanok, amelyeknek a megvalósulása most is folyik. A civil szervezetek a kistelepülések életében is fontosak, így például Nyírbogáton is. Nyírbogáton számtalan civil szervezet van, közel 10 civil szervezetet számolhatunk meg, az élet minden területén szerveződtek a civil szervezeteink. Nagyon fontos Nyírbogát életében, a közösség életében a civil szervezet, hiszen a közösségi tereket a civil szervezeteink önállóan szervezik, gondolok itt a Nyugdíjas Egyesületre, a Tornaklubra, a Polgárőrségre. Én azt gondolom, hogy Nyírbogát elmondhatja magáról, hogy az élet minden területén szerveződött a civil szféra, és ez mindenképpen erősíti a település közösségét, és formálja a közösséget.
Én ennek nagyon örülök, és annak külön örülök, hogy Nyírbogáton a civil szféra kihasználja a pályázati lehetőségeket, minden fórumon részt veszünk, és minden lehetőséggel azon igyekszünk, hogy mind önmagunkat, mind a közösségünket erősíteni tudok, akár rendezvényekkel, akár a saját erőforrásainknak az erősítésével. A civil szervezetek munkájára az önkormányzatok is támaszkodnak, például a Szabolcsi megye székhelyen is. Nyíregyházán közel 740 aktív szervezet működik. A civil szervezetek nagyon jó partnerei az önkormányzatnak, nagyon fontos közös városi rendezvények aktív résztvevői, ez az egyik része. De a civil szervezetek önmagában a saját területükön végzett munkájuk nagyon fontos, és ezért támogatjuk is. Tudjuk azt, hogy a civil szervezeteknek két pályázati lehetőség van. Itt nálunk, hála Istennek, az önkormányzat biztosította a pályázati lehetőség és a NEA. Ez viszont információk kellenek, és én nagyon örülök, hogy az elmúlt években egyre eredményesebbek a nyíregyházi civil szervezetek pályázatai, hogy a pályázati forrásból tudják a programjaikat megvalósítani, a működtetésüket biztosítani, ez az önkormányzati támogatás nem lenne elegendő, ezért is szervezünk már nem is tudom 6-7 éve ilyen programokat, hogy első kézben kapjanak információkat itt a helyettes államtitkártól, munkatársaiktól, hiszen ebben az évben korábbi keretére váratlan már évvégéig megjelennek ezek a pályázatok. Az elmúlt években mindig a következő év elején, első negyedévében kerültek kiírásra. Ez a mai program is, ezért fontos, hogy fel tudjanak készülni a sikeres pályázatokra. De látszik a részvételből is, itt mindig telt ház van, pótszékeket is kellett hozni, ez pedig azért van, mert fontosak és nagyon hasznosak ezek az információk a civil szervezetek vezetőinek. A feltételekről Kecskis Péter, a miniszterelnökség főosztályvezetője is tájékoztatta a civil szervezetek képviselőit a megye több pontján. A tavalyi idei 2019. évi 5,9 milliárd forinthoz képest 7,7 milliárd forint teljes keret áll rendelkezésre, ami több lehetőséget jelent a civil szervezeteknek, és azokról a tapasztalatokról szeretnék beszámolni ebben a körben, ami az előző pályázati ciklus alatt történt meg, illetve azokról a tapasztalatokról, hogy hogyan tudjuk elkerülni azt, hogy akár formai hiányosság miatt ne nyerjen a pályázat. Azt szeretnénk, hogy innen a megyéből és Máté Szalkáról is egyre több civil szervezet nyújtson be sikeres pályázatot nemzeti együttműködési alaphoz. Nagyon fontos, hogy azokat a megkezdett programokat tovább visszük, mint például az egyszerűsített támogatás, ahol nincsen kollégiumi bírálat, tehát egyfajta automatizmus alapján jutnak hozzá a forráshoz a civil szervezetek. Elsőben a kisebb és közepes civil szervezetekre gondoltunk, illetőleg azáltal, hogy a forrást bővíteni tudjuk, tehát több pénz áll rendelkezésre az egyes kollégiumoknál, valószínűsítem, hogy jelentősen több nyertes szervezet lesz, és hát természetesen a beadott pályázatokat kell olyan módon megírni, hogy azok minőséget, értéket közvetítsenek, és abban az esetben úgy gondolom, hogy itt jó esélyek vannak a nyertes pályázatok írására. Talán a számviteli beszámoló, ami így vezeti, ha az összes érvénytelenségi okot megnézzük, mintegy 200 darabszámmal azon szervezeteknek nem sikerült a beadott pályázat, és el sem jutott a kollégiumi bírálatig, ahol a számviteli beszámolóval valami nem volt rendben. Erre is lesz külön tájékoztatás, hogy mire kell odafigyelni. Egyrészt, hogy le kellett adni május 31-ig, másrészt, hogy mit tartalmazna a számviteli beszámoló annak érdekében, hogy ebből ne legyen probléma, de mondhatnám a pályázati díjat, ez 2000 forint évek óta nem változik, meg mondhatnám regisztrációs kötelezettségnek való teljesülés, tehát sok olyan dolog, amire érdemes odafigyelni, hogy a formai akadályt sikerüljön teljesíteni a civil szervezeteknek, és a tartalmi bírálat következik utána, amiről szintén szeretnék majd néhány dolgot mondani, mi az, amit néznek a kollégiumok tagjai, a bírálók, mi az, amire érdemes hangsúlyt fektetni, itt a fenntarthatóság nagyon fontos, az innováció, a kreatív gondolatok, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy ezek ilyen jó szakmai párbeszéd lesz erről itt a fórumon.
A 2019-es forrásra így október 1-től pályázhatnak a civil szervezetek ország és megyeszerte egyaránt. Szabolcs megyében összesen több mint 2000 civil szervezet működik, ezek közül 250-300 azoknak a száma, amelyek folyamatosan aktív pályázók.